Tóth Bertalan az MSZP társelnöke, aki ma Kövér Lászlóról beszélt a parlamentben, Kövér Lászlónak, ami egy furcsa helyzet lehetett. Jó estét! Jó estét kívánok! Voltak éppen ugye általa a Nemzetbiztonsági Szolgálat vezetőinek elmondott zárt körű beszéde volt az apropó, hogy őt meg lehetett szólítani, de rezzeletlen arccal viselte, ha én ezt jól figyeltem. Igen, bár mikor én beszéltem, akkor nem rá figyeltem, hanem az előttem ülőkre leginkább, de a többiek, amikor hasonló témakörben szólaltak meg, valóban nem szólt hozzá. Ugye ő a házszabálynak a nagy őre. Nekünk is oda kellett figyelni, a végig akartjuk mondani a mondókát, hogy a házelnököt házvezetésben nem szabad kritizálni, mert akkor azonnal megvonhatja a szót, de az, hogy amúgy közéleti tevékenységgel miről beszél, azt lehet kritizálni, hiszen a napi rend előtti felszólalásnak ez a lényege, hogy olyan országos érdeklődésre számot tartó ügy, amit ő elkövetett az Alkotmányvédelmi Hivatalnak az ülésén, arról beszélni kell, mert ez nagyon komoly következményekkel jár. Két elemző járt itt ez ügyben, Antal Attila és Böcskei Balázs, és mindketten odalukadtak, hogy voltak éppen semmi extra nem történt. Tehát Kövér László nem mondott mást is többet, mint amit ő is és mások is sokszor sokféleképpen elmondtak már, hogy hol a nemzet és hol vannak a nemzet veszélytői, de nem adott konkrét utasítást a nemzetbiztonsági szolgálatoknak arra, hogy valamit lépjenek ez ügyben, hanem úgy általánosabban a kockázatot elemezte. Azért ne felejtsük el, hogy Kövér László a harmadik legnagyobb közjogi méltóság, illetve hát azt a tisztséget tölti be Magyarországon, hogy a házelnök bizonyos esetekben még akár az ország vezetőjévé is válhat, ugye az alaptörvény alapján. Tehát abszolút nem mindegy, hogy ő mit mond. Tehát már eleve az is kifogásolt, ez bárhol mondja, de amikor az Alkotmányvédelmi Hivatal dolgozóinak mond egy olyan beszédet, hogy mi jelent nemzetbiztonság, vagy kik jelentenek nemzetbiztonsági kockázatot, annak van jelentősége attól függetlenül, hogy adott-e utasítást, vagy nem. Tehát az, amikor azok az emberek, akiknek az a feladat, hogy feltárják a nemzetbiztonsági kockázatokat, elhárítsák a nemzetbiztonsági kockázatokat, azt mondani, hogy az ellenzék a nemzetbiztonsági kockázat, ez nem utasítás, de mégis egy utalás arra, hogy hát itt bizony van dolog. Arra szólítja fel, gyakorlatilag egységesen minden megszólal az ellenzéki oldalról, hogy mondjon le, de hát ez nyilván egy politikai gesztus, de nem több, nem fog lemondani. Nem, nagyon úgy tűnik, hogy nem. Nem jellemző. Nem. De volt egy pillanat, amikor azt gondolt, hogy... Egy percig nem gondoltam, hogy ő lemondana, mert ugye ezt ő őszintén gondolja, és ugye ez az egyik fő mondani való, és ahogy kezeli az egész helyzeteket a parlamentben, ahogy 10 milliós bírságokat szab ki, ez mind-mind arra utal, hogy ő valóban ellenségként tekint ránk. Ez egy rendkívüli téma, mert egyébként arról beszélgettünk volna, hogy 26 ezeren voltak az idős emberek közül 2010-ben még azok, akik a legalacsonyabb jövedelmi tizedbe tartoztak, most pedig egy 2019-es KSH adat szerint, ami nem régóta nyilvános, 270 ezeren. 26 ezer helyett 270 ezeren 10-szer annyian élnek a legalsó jövedelmi szinten a nyugdíjasok közül. Ez drámai elszegényedés. Drámai, ugye erről is beszéltem a parlamentben, hogy na ez a kockázat a nemzetre nézve, és leginkább az idős emberekre nézve, hiszen a nyugdíj emelési rendszert és a nyugdíjrendszert úgy alakították át, ami egy infláció követő nyugdíjemelést jelent, a munkabérek sokkal nagyobb arányban nőttek, az infláció nagyobb arányban nőtt, a nyugdíjasok fogyasztói kosarába tartozó termékek ára nagyobb arányban nőtt, tehát az alacsony nyugdíjak sajnos folyamatosan szakadtak le, ezért fordulhatott elő, hogy ilyen brutális nagy növekedés látható a nyugdíjas elszegényedésben, de azt is hozzá kell tenni, hogy 450 ezer magyar nyugdíja 100 ezer forint alatti nyugdíjat kap minden hónapban, ebből kell megoldani az élelmiszert, ebből kell megoldani a gyógyszert, ebből kell megoldani a fűtést és sok-sok mindent, és sajnos az ilyen alacsony nyugdíjra rendelkező idős emberek nagyon sok esetben egyedül vannak, tehát teljesen kikerülnek a látókörből, és például amikor arról olvasunk, hogy milyen sokan fagynak meg évről évre, ugye tavaly évben 212-en ellentétben, hogy Orbán Viktor mondta, hogy nálunk nem fagynak meg, de 212-en megfagytak, közülük nagyon sok idős ember a saját otthonában
leli a halálát a nagy hidegben. Tehát a szociális álló szétszakad, sokkal kevesebbet költ most a költségvetés szociális kiadásokra a GDP 6%-ával kevesebbet, mint 2010-ben. Tehát a nyugdíjasok tekintetében is, az alacsony keresetűek tekintetében kell változás, fel kell zárkóztatni az alacsony jövedelmeket, fel kell zárkóztatni az alacsony nyugdíjakat. Sokat mondjuk, hogy svájci indexálás kell a nyugdíjasoknak. Mondjon egy számot, hogy értsék a kedves nézők, mi a minimál nyugdíj, hogyha az ellenzék legyen. 70 ezer forintot fogunk javasolni, hogy annyira emelkedjön, meg 28 ezer. Az alatt nem lehet nyugdíj az önöknek. Az alatt nem lehet. Nyilván nagyon sok szociális támogatásnál is a nyugdíjminimumot figyelembe veszik, emelkedjen az is. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy fontos célkitűzés. Fontos dolgok. Tóth Bertalan, köszönöm. Köszönöm szépen.